van nekünk itt Csömörön egy ilyen író-olvasó sorozatunk, a Másképp, ami most tényleg nagyon másképp van, mert ugye ez bent szokott lenni a művelődési házban, most meg itt ülünk nálam, mert ott van ez a karanténhelyzet. Szuper. Úgyhogy ide jöttél hozzám, Per Krisztián, költő. Üdvözlök mindenkit, és téged köszönöm. Hello. Szuper a kertem. Most tényleg vendégem vagy, ez a home office üzemmód. Azt szokták mondani, hogy a könyvek azok megtalálják az embert, és ez egy, már egy ilyen közhelyes dolog, de közben mégis van benne valami igazság, mert velem is számtalanszor előfordult már az, hogy így bementem egy könyvesboltba, és így hozzáragadt a kezemhez egy könyv. A te könyved, az viszont azt nem én találtam meg, hanem azt így megtaláltottam el valaki egy józülős kapcsolat kellős közepén, egy olyan kapcsolatban, ami hát így tele volt a veszteség lehetőségével, valószínűleg azért is kaptam ezt a könyvet, és... Az volt az érdekes, hogy amikor olvastalak, akkor azt éreztem, hogy egyszer csak így összekeveredett nyilván az én történetem a te történeteddel, és már hirtelen nem tudtam azt se eldönteni, hogy hogy kerültem én bele a te történetedbe, vagy fordítva, hogy kerültél te bele az én történetembe. Tehát egy ilyen fura keveredés lett ennek az eredménye, ami egyrészt azt gondolom, hogy tök jó, és hogy minden nek ami írás, vagy színház, vagy bármi, annak ez az egyik értelme, hogy létrejön egyfajta interaktivitás, úgy, hogy te nyilván egy passzív résztvevője vagy már akkor, amikor megjelenik egy könyved ennek az interaktivitásnak, de hogy közben ez van. Viszont azért itt ez alatt a 2,5 év alatt, amíg beszélgettem írókkal, költőkkel, azért az volt a tapasztalatom, hogy még ha valaki önmagáról is ír, nagyon kevés kivétel van, aki annyira személyesen ír önmagáról, és annyira bevállalósan ír önmagáról, mint ahogyan te. Tehát nyilván ez a fajta interaktivitás még annyira sem megkerülhető, és még sokkal intenzívebb. Hogy szerinted ez azért van, mert te alkatilag ilyen vagy, vagy azért van, mert olyan témához nyúlsz, amiről nem lehet és nem is érdemes máshogy beszélni, csak ennyire pacekba. Hát nem biztos, mert biztos, hogy tehát, vagy sokféle módon lehetne beszélni. Én magam is olvastam egy csomó olyan, nem tudom én, gyász kötetet, mondjuk így, a Rubó nevű francia költőnek is van adva magyarul a kötete, amit a felesége halálakor írtól, a nem tudom, Szabó Lőrincig, azok mind más modalitásba szólnak. Tehát itt nem, azt nem gondolom, hogy csak így lehetne erről, vagy ennyire nyersen lehetne beszélni. Viszont én viszont azt gondolom, hogy ez a nyers beszéd, meg ez a személyesség, meg ez az őszintesség, vagy nem tudom micsoda, amit én próbálok, mint költői hangot használni, azért természetesen ez is egy konstrukció. Tehát, hogy ebben is van egy olyan tehát van egy olyan paradoxon ebben az egész dologban, ami az én működésem, hogy a közvetítetlenség látszatát, a természetes beszéd látszatát, annak a látszatát, hogy itt ez most nem is művészet, tehát, hogy nincs megformálva, nincs olyan módon elemelve és absztrahálva, ahogy általában a művészet dolgozik, hogy ennek a látszatát, vagy érzetét próbálom előidézni, de közben művészi eszközökkel. Tehát ez egy ugyanolyan, tehát ez tulajdonképpen egy imaginárius művészi, valójában művészi cél, hogy elérni a nem művészetet, a megformálatlanságnak a... Mondom, ez csak látszat lehet, mert már eleve minden meg van formálva, amikor mondatokat használunk. De az mindenképpen van, nem tudom, hogy emiatt a dolog miatt te, vagy a téma miatt, de az mindenképpen van, hogy ez a könyv, ez valahogy így betalált embereknél, tehát igazából zavarba is jöttem, most a 42-ről beszélünk, ugye, hogy zavarba is jöttem, hogy így kerestek meg tök személyes történetekkel, mármint azért jöttem zavarba, így ez nagyon jól esett, másrészt hát nem vagyok ugye, nem tudom én, gyásztanácsadó, vagy pszichológus, tehát hogy nagyon sok szempontból nem tudtam konkrét tanácsokat adni, mert nem értek hozzá. Én azt tudtam csinálni, hogy ami bennem történik, azt megpróbálom minél pontosabban lekottázni, szinkron időben, mert az a tapasztalatom, meg azt lehetett érezni, hogy itt nagyon gyorsan változik a... párolognak el a gondolatok és az érzések, és változik meg az én nézőpontom. Tehát nyilván egy ilyen trauma és gyászesemény után iszonyú gyorsan változnak a dolgok, tehát
igazából egy hét múlva már nem ismersz rá a saját gondolataidra, amiket egy héttel azelőtt gondoltál, tehát muszáj, hogy ezt valamilyen módon, vagy én azt éreztem, hogy muszáj szinkron időben rögzíteni. Ez picit embertelenül is hangzik, mert ugye nyilván az van, hogy a legmegzúzottabb, legsérültebb állapotban kezdtem el működtetni valami olyan, hát nem tudom másképp mondani, szakmai profizmust, ami nagyon embertelennének is tűnhet a működés egy ilyen helyzetben. Ez folyamatosan probléma is volt, meg ez a versekben is megjelenik ez a probléma, tehát hogy hogyan lehet tulajdonképpen az, hogyan vampirizálom tulajdonképpen a saját fájdalmamat, meg ezt a halálesetet. De közben nyilván ezt lehet ilyen fennkölten is elgondolni, tehát azt is lehet, hogy igazából, hogyha nem tudtam volna az írásba kapaszkodni, akkor fene se tudja, hogy mi történt volna velem. Tehát, hogy ez egy ilyen Münchhausen-i dolog is volt, tehát ezzel a könyvvel ki is húztam magam tulajdonképpen a, hát miből, a megsemmisülésnek abból a vágyából, ami ilyenkor elkapja az ember. Tehát azért az első gondolat, ugye itt arról van szó, nyilván nem mindenki tudja, hogy a barátnőm nagyon fiatalon, 6 éve voltunk együtt, 25 éves volt a Zsófi, amikor meghalt, teljesen váratlanul egy agyhártyagyulladásba, és abszolút észrevehetetlenül, és este beszélgettünk, reggel már kómába volt, de hogy az a lényeg, hogy, vagy azt akartam mondani, hogy az első dolog, ami ilyenkor az ember eszébe jut, az, hogy hát akkor én még minek élek, vagy akkor hagyjuk ezt abba. És ebből a fajta, nem tudom én, szuicidkészítésből, ebből biztos, hogy kirántott a munka maga. Mint ahogy egyébként van egy ilyen anekdóta, most nem nevezem meg, egy kolléga mesélte egyszer, hogy tulajdonképpen ő akkor érzett rá igazán a prózaírás ízére, egy nagyon rossz periódusában fiatalon, búcsúlevelet akart írni, és írta, és elkezdte annyira élvezni a búcsúlevél írásának fordulatait, hogy akkor hirtelen már tudott a búcsúlevél műfajára is reagálni, tulajdonképpen parodizálni a saját helyzetét, hogy egyszer csak tulajdonképpen az életbe maradásba segítette az, hogy aztán nagyon elálmosodott, és még másnap is folytatni akarta a levelet, a harmadiknak meg már akkor feladta a nem tudom, szuicidkészítését. Most zavarosan? Nem, én ezt abszolút értem, amit mondasz, tehát világos. Csak hogy az érdekel engem tulajdonképpen, hogyha történik veled egy ilyen tragédia, mint ami történt, hogy akkor tulajdonképpen szóval mennyi idő után kezdtél el tudni írni? Mert mondtad ezt a szinkronicitást, amit értek, értem azt a fajta késztetést is, hogy abban a pillanatban meg kell fogni, mert már tovább megy, és ezek pillanatok, egymás utáni pillanatok. De hogy egyáltalán azonnal bekapcsolt az agyad? Hát két lépés volt. Az első az volt, hogy nem tudom, én pár nap ilyen, nem tudom, lehet, hogy volt az egy hét is, de mindegy, tehát mondjuk egy hét, vagy egy pár nap, amikor így tulajdonképpen ilyen nyáladzva feküdtem az ágyba, vagy anyukám ugye ott jött, ott tüsténkedett körülöttem, egy szeretesen irritált is közben, de ott valahogy ott gondoskodott róla, meg egyébként nem tudom én, pakolta össze a Zsófinak a cuccait, ami közben iszonyatos borzasztó érzés volt, akkor üvöltöztem le, hogy ezt hogy képzeli, szóval az egész egy ilyen nagyon egy borzalmas volt, mondjuk egy hét, és közben van az, ugye ilyenkor, hogy rengeteg mindent kell intézni, tehát a temetkezési vállalat, meg a nem tudom micsoda, és ami önmagában végtelen mennyiségű szürreális élmény, és nem tudod azt kikapcsolni, hogy legyen tekinteted arra, hogy a lélek kijössz a lélekhajó temetkezési vállalattól, amit egyébként mint minden temetkezési vállalatot jöttem rá, nagyon ügyesen a kórházak intenzív osztályai mellé telepítenek, ugyanúgy, ahogy a Kék Golyó utcában egyébként a parókabolt, tehát még a csodagomba hagyján, de a parókaboltot rakni, az mekkora mély kapitalista cinizmus, de hogy mindegy, szóval kijössz a lélekhajó elé, és akkor azt látod, hogy ilyen nem tudom, arasznyi vastagságú cigarettacsik avar, és akkor hirtelen látod azokat az embereket, akik ugyanígy kijöttek dohányozni egy
És akkor visszamentem a cigarettából, és akkor mondjuk találkozol egy olyan mondattal, azt bele is raktam egy versbe, ugye bizonyos értelemben sok nyers ilyen elemet használok, mert annyira durva a valóság magában, hogy nem kell azon csiszolni, hogy megkérdezte ott az a néni a festett lábkörmével, hogy milyen urnát választana magának Zsófia. Most ennél mondjál már abszurdabb mondatot, mint hogy milyen urnát választana magának Zsófia, és akkor nem tudom én, akkor azt mondod, hogy elnézést, akkor kimennék még egy cigire, hogy itt ne itt bőgjem el magam, kimen visszanek, és akkor mondom, hogy fehéret. És tehát, hogy minden esetre voltak ezek az intézkedések, amik bizonyos értelemben életben is tartják az embert. Ugye nekünk nem volt gyerekünk, kutya volt, akiről arról azért kellett gondoskodni. Nyilván ilyenkor ez is életben tartja az embert, hogyha valaki másért kell valamit csinálni, de minden esetre vannak ezek az intézkedések. És akkor így utaztam föl Pestre, és nem tudom másképp mondani már, tehát ez még mindig van. Tehát egy belső párbeszéd az még mindig van. Akkor meg végtelenül intenzív volt, tehát nem tudom másképp mondani, mint hogy azt mondta a Zsófi, tehát ténylegesen megszólalt. Nem tudom, ezzel most nem foglalkoznék, hogy bennem, vagy fönt, vagy hol, mindegy, mondjuk azt, hogy bennem, hogy megszólalt, és azt mondta, hogy hát írjak, az segít. És akkor elkezdtem ilyen terápiás módon írni tulajdonképpen egy részben naplót, részben, vagy még inkább egy levelet neki. Ennek is volt egy olyan típusú előképe, vagy hogy mondjam, hogy a Részpali mesélte, Részpál a Holmi szerkesztő volt, jártam még fiatal koromban fel hozzá, és ő mesélte, hogy amikor az ő felesége meghalt, akkor a... Hát azt nem tudom, mert őnek is tanácsolta talán a Vas István, hogy írjon neki egy levelet, és akkor az átsegíti ezen az első hullámán a gyásznak. És akkor én is írtam, nem tudom, ilyen 20 oldalt, ilyen levélszerű dolgot. Nyilván soha nem fogom publikálni, vagy igazából visszaolvasni, és nagyon mertem azóta. Nyilván ez egy tagolatlan szöveg, tehát ilyen értelemben automatikus írás. És akkor egyszer csak, egy-két hónappal később, amikor írtam valamit, akkor hirtelen észrevettem, hogy ez versként formálódik ez a szöveg. És addigra már ugye volt az, mert az mi életünk az úgy nézett ki, hogy szóval amikor mi találkoztunk, akkor én eléggé alul voltam, szóval már réges-rég nem írtam költészetet egyáltalán. Tulajdonképpen egy kocsmában laktam, szóval így az egész, tehát teljesen kihaltak belőlem minden esetre a művészi ambíciók. És hát a Zsófi az meg fiatal volt, lelkes, nem sikerült kiábrándítanom, és ő benne, tehát ő valahogy ebbe a kiszáradt fába megpróbálta a keringést újraindítani, meg magától is, tehát az ő tempója, az, na mindegy, szóval egyszer csak így az volt, hogy így évek baszogatása kellett hozzá részéről, de elkezdtem újraírni. Szóval már ténylegesen, ha nem is napi, de mondjuk három napi rendszerességgel már leültem írni, és amikor történt az ő halála, és akkor azt gondoltam, hogy ha nem fejezem be ezt a könyvet, vagy hogyha nem folytatom az írást, amit ő annyira szeretett volna, azzal őt is cserben hagyom, tehát tulajdonképpen azt az egész munkát, amit egymáson végeztünk ebbe a kapcsolatba, azt tulajdonképpen nem nullázhatom le, tehát hogy ez az élet már nem az enyém, én ezzel már tartozom neki. És akkor az volt, hogy akkor viszont ennek ez a munka, vagy ennek ez az írás a formája, és azonnal az első verseny nyilvánvaló volt, hogy üvölt róla, hogy ez egy másik állapotba készült szöveg. Ez egy másik hang szól, mint korábban, valamelyest, vagy másik nézőpontból beszélek. Mindenesetre, és akkor onnan már világos volt, hogy akkor az van, hogy úgy fog kinézni ez a 42 könyv, hogy lesz benne ez a cezúra, hogy versek, amik a halála, Zsófi halála előtt születtek, és versek, amik utána. És aztán persze nyilván itt mindenféle dolog történt, tehát például én magam is meglepődtem, ahogy az előtte versek ilyen jósló szövegekké váltak, tehát nagyon sok, tehát olyan, mintha ott lett volna ez a fekete felleg, de ez a fekete felleg, ez mindennyiunk életén mindig ott van, tehát mivel mindannyian halandóak vagyunk, és azt hagyja, hogy mi meghalunk, hanem még mire mi meghalunk, addigra már örülni is fogunk, mert annyi minden meghalt körülöttünk, szóval, hogy remélhetőleg, de hogy na mindegy, szóval most ez nem tudom, értem, de hogy itt például az engem érdekel, hogy meddig tart az, ameddig feldolgozod a dolgokat, és hol kezdődik el, mert ez egy ilyen ingoványos talaj, ahol már életben tartod a saját fájdalmadat. Hát ez egy jó kérdés, de mert az is valamilyen értelemben feldolgozás. Tehát
vagy... Ha életben tartod a fájdalmadat? Hát, fene tudja, nem tudom. Mert ugye az is van, persze, tehát ugye, vagy nem tudom pontosan határokat, ugye a posztraumás stressz szindrómánál azt tanácsolják, hogy mondd el minél többször. Tehát, és akkor az viszont, az a minél többszörű elmondás, az mégiscsak a feldolgozásnak a része, vagy legalábbis a nem elfolytásnak a része, feldolgozásnak a része, nem az életben tartásnak. De természetesen ebben az új könyvben írok is erről, van bennem egy ilyen gyanú, hogy tulajdonképpen nekem az a szakmám, hogy így nyitva tartok sebeket, amik egy normális emberen, vagy egy nem tudom, normális szakmát gyakorló emberen természetesen beforrnának, mert hogy én ezekből a sebekből táplálkozom tulajdonképpen. Az jutott eszembe, hogy olyan nekem, bocs, hogy közbeszakítok, csak hogy az jutott eszembe, hogy olyan ez nekem ez a történet, mint egy ilyen nagyon fura Orpheus és Euridiké történet. Ja, mindenki, tehát, hogy megy az Orpheus, és azt gondolja, hogy mögötte jön az Euridiké, de közben mögötted már nem jön, de attól, hogy mondod a verseket, az olyan, mintha időnként hátra néznél, és azt mondanád, hogy biztos, hogy nem jön. Hát igen, ugye már egyébként maga az, tehát sokféleképp van elmesélve egyébként az Orpheus történet, de maga ez a, tehát ez a bizalmatlansági effekt, amivel aztán végül is hátrafordul, és ott van a Szevasz. De hát persze, tehát mindenképpen maga, tehát onnantól kezdve, és ilyen szempontból ennek a könyvnek a viszonylagos közönség sikere az egyébként magyarázható is ezzel, hogy ez egy nagyon erős őskép, hogy egyrészt ugye nem tudom én, a költő a szirtfokon pengeti a lantját és siratja alatt kedvesét, és bizonyos értelemben azt, hogy megírni, az egyben életben tartani, vagy az egy ilyen Taj Mahal effekt, vagy nem tudom, tehát felhozni bizonyos értelemben. Igen, gondolok olyat, hogy, vagy gondoltam olyat, de hát közben ezek nyilván illúziók, mert nem, tehát, hogy az, ha valaki él, az azt jelenti, hogy meglepetéseket okoz, meg beszélgetsz vele, meg nem tudom én, tehát, hogy van közös történetetek. Ez a közös történet, ez tulajdonképpen lezárult, itt ez már bizonyos értelemben egy... annak csak az árnyéka, vagy a nem tudom, a visszfénye, de nem, tehát nyilván van ez a... Csak tudod, ez olyan... Szerintem blasfémiának érzem, hogy az irracionális tragédiába a hasznosság motivumát keverni, vagy... De azt írom is a közöttben valahol, hogy nem tudom, hogy halált ne hagy fölöslegesnek, valami ilyesmit, hogy ebben azért van valami iszonyatosan fura, kifordult blasfém, nem tudom micsoda, hogy... akár csak tényleg abban a gondolatban is, hogy én a munkámmal őt, aki meghalt, képes lehetnék életben tartani. Nyilván nem vagyok képes. Nyilván saját magamat, mert ugye a másik illúzió, amivel írók szoktak élni, főleg a 19. században, hogy saját magadat tartod életbe azzal a halálod után, hogy olyan művet hoztál létre. De hát az is egyrészt kit vigasztal, másrészt mekkora rá a garancia, nem túl nagy, és a többi. Tehát, hogy... De mégiscsak, tehát az eredeti kérdésre válaszolva, a feldolgozásnak soha nincs vége. Tehát egész életünkben dolgozunk föl, tehát én a 45 éves vagyok most már, és az apámat még mindig dolgozom, és valószínűleg egész életemben fogom, vagy azzal leszek elfoglalva, vagy azzal is, hogy mondjuk az ő hatását a gyerekkoromra feldolgozzam. Hát ilyen az emberi élet, és ugye nyilván, ahogy haladunk előre, egyre több feldolgozni valóban. És ez a dolog, ez annyira rávilágít a világ működésének irracionalitására, érted, hogy ez feldolgozhatatlan, vagy ez alapvetően billentette ki azt, hogy én mit gondolok arról, hogy mi az értelmes élet, vagy hogy hova kéne eljutni, vagy nem tudom én, az életbe. Szóval ez örökké marad, de közben természetesen megy tovább az élet, és akkor hirtelen ez is egy ilyen fura szkizo állapot, olyan, mint hogyha két párhuzamos életed lenne, tehát a lelked egyik fele, az még mindig folytatja azt a párbeszédet, miközben a valós lényed, az közben már egy másik házba, egy másik kapcsolatba, egy, nem tudom én, érted, itt beszélgettek, felkérésén vannak, munkáim vannak, nem tudom én, tehát közben egy teljesen más normális életet élek, vagy hát amennyire egy költő élet a normális, szóval oké, de mindegy, de hogy közben meg ott van ez a...
fortyogó, zakatoló valami a mélybe, és ez nyilván mindig ott marad, arra kell figyelni, hogy ez mondjuk ne mérgezze a környezetemet, hogyha mondjuk egyszer csak elkap egy ilyen keserűség hullám. Hát erre hol tudok ügyelni, hol nem. Szóval egyrészt mondtad, hogy egy ilyen traumát nem lehet feldolgozni, tehát ez egy folyamatos dolog, amit az ember hordoz magával. Nyilván a feldolgozás által olyan, mint a hagymahéja, hogy mindig leszedsz róla egyet, de mindig jön egy újabb héj, amit még bontogatni kell. Másrészt meg azt mondod, hogy egy ilyen poszttraumás stressz után az ember mondja, és minél többet mondja. De van egy olyan pont, és hogy azt az ember megtalálja-e, hogy te nem éreztél ilyet, hogy egyszer csak eljutsz egy olyan pontra, amikor már elkezded kiárusítani azt, ami neked fáj? De hát az mindig van, és az mindig kérdés is. Tehát alapvetően a... És nem is annyira magad, hanem mondjuk pláne itt mondjuk egy másik embert is valamilyen módon kiárusítasz. Tehát, de bár egyébként, tehát igen, szóval... Persze nyilván, tehát hogy a kiárusítás, kifejezés az ugye... Tehát ez most picit durva, de tudom, hogy értem. Nem bántani akartalak vele, csak persze, hogy... Persze, nem, hát figyelj, tehát ez például pont egy olyan probléma, hogy ez egyáltalán ez van-e, vagy hogy van, vagy hogy... Amit ugye a bizonyos versek tárgyává is tettem. De hát ez egy alapvető ezer éves, nem tudom, tehát nekem pénzt hoz fájdalmas ének. Én nekem pénzt hoz fájdalmas énekem. Tehát ez a fajta, nem tudom én, a fájdalomnak ez a fajta munkába állítása, és hogy ez mennyire etikus vagy nem, ez mindig is foglalkoztatta szerintem a költészetet, vagy a... Én erre csak praktikus, tehát konkrét és praktikus, nem tudom én, válaszaim vannak erre, tehát egyrészt az, hogy reflektálok is erre a kérdésre, másrészt pedig az, hogy nem is tudom mi ez, arányérzék, vagy ízlés, vagy nem tudom én, tehát nyilván mit tudom én, nem tocsogok intim részletekbe. Tehát ahogy mondtam, hogy például azt az ős, nem tudom én, ilyen automatikus írásos levél szöveget, azt mondjuk nem publikálnám semmiképp úgy, ahogy van, az biztos. Mert, és a több, tehát hogy nem tudok más mondani ezzel kapcsolatban, mint hogy egyrészt van egy ilyen arányérzék, aminek működnie kell, másfelől, és nyilván itt a munkának a minősége az aztán legitimálja magát a dolgot, tehát hogyha jól sikerül, akkor érvényes is lesz. De másfelől meg ugye van az a probléma is, hogy tulajdonképpen saját magam csapdája, hogy egyetlen ez a kérdés tulajdonképpen azért merül föl, mert hogy valami olyan, amiről el is kezdtünk, az, vagy kérdeztél is az elején, elkezdtünk arról beszélni, hogy valami olyan módon csinálom meg, egyszer mondtam egy valakinek egy olyat, hogy az írás az egy olyan tevékenység, ami arra irányul, hogy még a látszatát is eltüntessük annak, hogy itt munkavégzés történt. Tehát magyarul a megformáltság az pont az esetemben, vagy én valami olyasmit akarok csinálni, hogy annyira természetesnek, hogy lényegében megformálatlannak hasson. És itt van az a csapda, hogyha ez sikerül, kritikusaim között is van olyan szerintem, aki tulajdonképpen azt gondolja, nem is tudom, természet vadvirágja, ahogy esik, úgy puffan leírja, aztán vagy sikerül, vagy nem. Nagy szerencséje van, mert sokszor sikerül. Hát nyilván abszolút nem így van, vagy erről a szerkesztőim be tudnak számolni, hogy mondjuk hányszor írok át egy szöveget ahhoz, hogy aztán olyannak tűnjön, mintha az csak így azért tempóba le lett volna írva. És mivel ilyen, vagy ezt a hatást próbálom elérni, és ilyennek szeretném, hogy tűnjön, bizony, nyilván már most ez elmozdult, és nem minden szöveggel van így mostában, de hogy a 42 esetében ez volt, ez még inkább olyannak tűnhet, mint hogyha akkor én a lelkemnek a nem tudom én nyers eseményeit mindenfajta nem tudom én megformálás nélkül raknám oda. De hát közben meg nem tudom, hát utalások tömege van, a fele tudja, a Rilkétől a József Attiláig, és a többi, tehát hogy másfelől meg azért szerintem kilóg a lóláb, hogy ezek megcsinált dolgok, de pont azért, mert hogy valahogy tagadják ezt a megcsináltságot, ezért lehet szerintem az az érzés az embernek, hogy itt egy ilyen, tehát a nyers fogidegenek a költészete zajlik, vagy olyan, mint hogyha itt a, nem tudom, beleimet kiraknám az asztalra, de ez nem erről van szó. Egyébként ennek a 42 című kötetednek volt egy különlegessége. Én mondom, én kaptam, tehát én már felvágogattam. Yeah, oh. És
Nekem már nem kellett feltépnem a lapokat, de hogy össze voltak, nem voltak szétvágva az oldalak, minden két oldal össze volt, egybe tartozott. És én így olvastam veled az interjúkat, és mindenhol arról beszéltél, hogy hát így akartad, hogy legyen az olvasónak is, tehát hogy így egy kicsit egy, legyen egy ilyen elég durva gesztus a könyv felé, hogy meg kell fogni egy kést, és föl kell vágni. Igen. Nekem meg az jutott eszembe, hogy még mielőtt olvastam volna a te válaszodat, hogy az volt az első gondolatom ezzel, hogy sokkal inkább én azt éreztem, hogy te magad is érzed, hogy már olyan dolgokat írsz, ami titok. Tehát, hogy aminek zárva van. Tehát, hogy túllépsz egy olyan pontot, ami már a tiéd, hát persze, de közben mégis ezt akartam jelezni. Persze, hát igen, de hát ez... Igen, de bizonyos értelemben a... Akkor hogy is mondjam, tehát és ez nyilván csak egyfajta, nem tudom én, költészet felfogás, és nyilván van ezer fajta másik, ami ugyanennyire legitim, de én azért egy picit azt is gondolom, amikor felkészülésről beszéltem, hogy például a szégyellőségnek, szeméremnek, nem tudom én, az intimitás, vagy nem, vagy tehát ennek a titokban tartásnak a tényleg ez a szégyen és fogalom, vagy szemérem és fogalomköre, ezt valahogy én sokkal szűkebbre szabtam mindig is magamnak, mert valahogy mindig azt gondoltam, hogy és lehet, hogy ez egy félreértése a költészetnek, de mégis vagy azt gondoltam, hogy azért az fontos, hogy valami olyanról tudjon beszélni egy költészet, amiről nem szokás, amiről nem illik, ami valamilyen módon el van nyomva, tabusítva van, nem tudom én. Tehát ami ugye mindannyiunkat érint, de még sincs benne mondjuk az általánosan megbeszélt dolgok körébe. És akkor nyilván itt olyanokra gondolok, hogy akkor itt olyan érzésekről is beszámolok a gyász kapcsán, mint mondjuk a halottal szembeni düh. Erről például, vagy nem tudom, tehát érted, tehát az a spontán agresszió, ami ébred benned a halottal szembe, hogy hogy a faszba hagytál itt. Ez egy olyan dolog, amit valószínűleg minden gyász folyamatban megtörténik, de valahogy az irodalom kevésbé számol be róla. Ez József Attila. Persze, nem azt mondom, nyilván nem gondolom azt, hogy úttörő lennék, de hogy minden esetre mégis egy picit, tehát vagy legalábbis fölteszed te is ezt a kérdést, hogy itt azért a határán táncolunk annak, igen, nem? Hogy... Szerintem kötéltáncolsz. Szerintem kötéltáncolsz. Hol van neked az a pont, ahol azt mondod, hogy azt már nem adom? Hát nem, hát nyilván nem akarnék élő embert durván beazonosíthatóan bántani például írásban. Még akkor sem, ha haragszom rá, vagy nem tudom, hát... Figyelj, ebben az új könyvben ebben van például egy olyan vers, amikor azt éreztem, hogy így inkább megmutatom anyámnak, miatt a jelenkorban publikálom, és mert ugye az egy tök más téma, ott a gyerekkoromnak a dorogi közege, meg a anyukám... Ez a napló? A napló című vers, meg a másik életkor és társadalom kettőn egymáson. Amiben azért csúnya dolgokat is mondok arról, hogy milyen volt az én gyerekkorom, meg az anyukáméknak a viszonya, és a többi. És azért azt gondoltam, hogy ezt nem árt, hogyha ő megnézi. Mondjuk nem tudom, mi lett volna, hogyha azt mondja, hogy fél kisfiam, ezt nem, mert akkor valószínűleg azt mondtam volna, hogy ez nem a te dolgod, de mégis, tehát azért megmutattam, és akkor aztán az is beleformálódott a versbe, ahogy tulajdonképpen anyám azt mondta, hogy de hát, hogyha jó a vers, akkor bármi, tehát akkor semmi probléma azzal, hogy hát majd akkor nem tudom, lehet, hogy megmutatom azt a szöveget, de mindegy, szóval ahol ilyen, tehát az apukámnak a alkoholos, nem tudom, ilyen nőverései mondjuk azok így dokumentálva vannak. Ez nyilván ez mondjuk, érted, itt hirtelen már nem a saját titkomat adom feltétlenül ki, hanem mondjuk az anyám miét, és akkor az a kérdés, hogy ezt megtehetem, mert ezért éreztem úgy, hogy akkor fel kell hívni. De hát nem tudom, ő meg már ki van képezve, szóval azt mondta, hogy ha jó a szöveg, akkor semmi gond. Hát nem tudom, szerencsém van, de
Nem tudom, mi volt a kérdés, vagy miről beszélünk, még mindig erről hogy az intimitásban. Igen, igen, tehát hogy hol van a határod, tehát hogy hol van az a pont. De nagyjából egyébként szerintem így elmondtad, hogy mit csinálsz, bár mondjuk azt is elmondtad, hogyha anyukád azt mondja, hogy ne, akkor is. Hát az nem tudom, mert nem tudom, hogy akkor mi lett volna, igen, hát nem tudom. De azt gondolom egyébként, hogyha igazán jól meg van csinálva, akkor ez nem fog bántani. Tehát az... ugye van ez a bombó, hogy írni annyi, mint ítélőszéket tartani önmagunk felett, hogy valamilyen módon hát nem tudom, hogy jó szó-e a bántás, de mondjuk azt, hogy ezért, tehát, hogy ez a könyörtelen, kompromisszumok nélküli, boncoló tekintet, ez azért leginkább az embernek saját magára irányul, hát mivel, tehát nem is nagyon tud máshova, tehát hogyha itt valaki azért ezekben a szövegekben leginkább bántva van, például azzal, hogy saját magát is, mint egy, nem is tudom minek, hiénának állítja be, az azért én vagyok. Tehát azért van egy olyan, na az például igen, tehát az egy, ez a, ahogy a mondás mondja, hogy a saját faszoddal verd a csalán, szóval azért az, igen, tehát hogy az alanyi költészetnek van ez a fajta nagy szerencséje, hogy itt az akár a terrorig elmenő, nem tudom micsoda, élveboncolás és kegyetlenség, az saját magadra irányul, és azt megteheted. Tehát annak nincsenek olyan etikai dimenziói, mint hogyha mondjuk ez például egy sziázi környezetben történik, ugye, mint amikről mostában ugye sok szó esett. Szóval valahogy nekem az mindig szimpatikusabb, hogyha saját magaddal megcsinálsz bármit, de mással nem. Mással nem. Tehát ez a... Hát igen, persze, én ezt értem, csak hát nyilván itt azért ez nem ennyire tiszta képlet, hogy most eddig tartok én, és ott kezdődik a más. Ja, hát jó. Hanem, hát mit tudom, mint a Forgács Andris, amikor itt volt az élőkötet, nem maradt kapcsát, az is egy ilyen történet, tehát mondjuk ő még ilyen, szerintem nyilván egészen másképpen ír, de hát mondjuk ő még ennyire személyesen bevállalós, hogy ezt így leírja. Hát és akkor lehet is az, hogy őt a Zsuzsával bizony, nem állnak szóval. Hát bizony, tehát egész egyszerűen nyilván értem a késztetést, hogy tisztába akarom rakni, mert nekem is fontos, meg helyre akarom tenni a dolgokat, de hát óhatatlanul is beleérsz és átcsúszol másoknak a történeteibe. Igen, de hát sajnos ilyen az élet. Tehát az abszolút igazad van, de valahogy, és ez szintén az új könyv, volt egyszer egy ilyen vízióm, hogy nyilván ez a nem tudom, sűn, akit meg lehetett simogatni című gyerekkorunk szutyaév meséből jött, de hogy tudod, tehát valahogy hirtelen lehet az a képzetem, hogy az intimitás mindenképp sebez. Ha meg akarsz valakit ölelni, tehát olyan, mint hogyha valami, nem is tudom, milyen láthatatlan kések lennének az összes emberi létezőnek a testén, és mindenképp ölelsz valakit, annál inkább az ölelésnek a velejárója az, hogy sebzed. Nem tudsz más csinálni. Az lehet, hogy a világból és az intimitás világából és az interakciók világából kiszeded magad, és akkor biztos, hogy nem fogsz bántani senkit, de akkor tulajdonképpen egy élő halálra ítélted magad, az se jó. Hogy ki tudja, hogy az nem bánt-e valakit, mondjuk például édesanyádat. Szóval, ha pedig belemész, nem tudom én, érzelmi viszonyokba, akkor ott sérülés fog esni. Ez sajnos ez a dolog természete, és hát mindegy, akkor meg ezt el kell vállalni, ilyen az emberi élet. Nyilván igyekezni kell minél ügyesebbnek lenni, és lehet minél kevesebb sérülést okozni, meg esetleg szerezni, de hát nem teljesen rajtad múlik ez. Tehát, egyszerűen az érzelmi kapcsolatainknak egy csomószor van olyan csapda logikája, hogyha tökéletesen jó szendékú mindegyik résztvevő, akkor is valahogy a dolognak olyan a struktúrája, a természete, hogy abból baj lesz. Tehát de érted, mire gondolok, hogy nem tudom, tehát pusztán a szeretet már azzal, hogy a szerelem mondjuk, azzal, hogy valakit kiválaszt, és mindenki más nem, és a többi, az mind olyan dolgok, amik hordozzák a bajnak a lehetőségét. Hát akkor már, hogyha erről beszélünk, vagy nem tudom, hogyha ez szóba kerül, szóval indulni úgy indult a Zsófival a kapcsolatunk, hogy én... ugye volt egy 17 év korkülönbség eleve, tehát még az elején volt sok mindennek, aminek én már nem, és tulajdonképpen jó fél évig tulajdonképpen nem akartam tehát én kifejezetten mondtam is, vagy tehát ebből nem csináltam titkot, hogy én itt ilyen értelemben nyomom a féket, én nem fogom, de tehát
az a dolgok természete, hogy te előbb-utóbb el fogsz engem hagyni. És hogyha el fogsz engem hagyni, akkor én rettetesen sérülni fogok. Tehát egyszerűen nem tehetem meg, hogy én ebbe érzelmileg beleengedjem magam, mert abból nagy baj lesz. Mondtam az első fél évben, hát ahogy ezt Móriczka elképzeli, nyilván nagy kitartást. Közben valószínűleg saját magamat is becsaptam, amikor ezt mondtam. De minden esetre a Zsófi nagy kitartással tulajdonképpen segített átlavírozni ezen. De ez azért érdekes, mert közben meg nekem van egy olyan érzésem, hogy valahogy keresed is a fájdalmat. Tehát úgy, mintha nyilván az, hogyha az embernek fáj valami... Igen. Tehát, hogy nyilván, hogyha az embernek fáj valami, akkor az nem tudom neked, hogy mondjam, de amikor főiskolások voltunk, akkor az első fél évben helyzetgyakorlatokat csináltunk. És hát mindenki már mindent már kitalált, már semmi nem jutott eszünkbe, és igazából rájöttünk arra, hogy semmi nem igazi, igazán. És volt egy tőlem két hónap, amikor agyba főbevertük egymást a színpadon. Azért, mert hogyha kapsz egy oltári nagy maflást, arra nem lehet, arra a tested reagál teljesen spontán és teljesen őszintén. Világos. És hogy valahogy azt érzem, hogy a fájdalom is egy kicsit ilyen, tehát hogy ott kapsz egy oltári nagy maflást, és ilyen fura aberáltan működik az ember, mert hogy normális ember a fájdalmat azt megpróbálja elkerülni. Sem pufont nem akarok kapni, sem lelki fájdalmat. De miután tudom, hogy akkor reagálok őszintén és igazian, hogy ha azt én megkapom, az létrehoz egy ilyen teljesen skizofrén helyzetet, abszolút, hogy tulajdonképpen abba mész bele, amit nem szeretnél. Abszolút, persze, és tök értem is, tehát ez bizonyos értem már minden fizikalitás, tehát mondjuk a tánc világában ugye az mindig olyan lenyűgöző, az izzadság. Tehát az, hogy hol azt nem lehet eljátszani. Ez ahhoz is hasonló egyébként, ha már ez a megformáltság, mint a, hogy a civilt fölvisz a színpadon, azt nem lehet lejátszani. Tehát, hogy, és... De ezt abszolút értem, és abszolút értem ennek a paradoxonát, és igen, van valami ilyen fajta a realségre való paradoxonszerű törekvés bennem. Mert ugye nyilván hogy az is van, hogy amikor meg már tudod, tehát akkor már hogyha te kéred azt a pofont, meg tudod, hogy kapod, akkor az nem is olyan... A fájdalom az igazi lesz, de a váratlansága nem lesz meg, és a többi. Egy picit most az jutott eszembe, de ez ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy egy kicsit ez a arra a mazohisztikus szénára emlékeztette, hogy a Zsizsek azt írja le, hogy az a baromi érdekes, hogy egyszerre vagy a mazohisztikus szénának rendezője és színésze. Tehát azt mondod a partnerednek, hogy légy szíves, lépjél a nem tudom én, a torkomra, a tűsarkú cipődbe, majd te itt most rendező vagy, majd a következő pillanatban fájdalmat érzel és tiltakozol, és azt mondod, hogy ne. De hát nyilván ez a ne is része annak, nyilván nem vagyok teljesen expert ebbe a dologba, de hogy valahogy ez a fajta lehasadás magadról, és kísérleti nyúlként nézni magadat, igen, ez egy csomó fajta művészi munkának szerintem velejárója. Nyomasztó állapot is, vagy nem tudom, tehát én amikor abba hagytam az írást, vagy tehát a költészetet, akkor sok egyéb mellett, nyilván sok egyéb mellett, de az egyik elem az is volt, hogy volt bennem egy vágy a normális életre, normális élet alatt például ilyen önsebzésmentes életet is értek, de leginkább azt, hogy az nagyon nyomasztó, hogy folyamatosan van egy külső figyelője az embernek, tehát hogy akár a zokogó görcs, vagy a nem tudom én, az összeomlás pillanatában is van egy figyelő, amelyik dokumentálja azt, hogy akkor hogyan néz ki az ember, akinek zokogó görcs éppen van. És ez a fajta lehasadás magadról, ez kicsit olyan, mintha voltak éppen nem vennél részt az életedben, és ez roppan nyomasztó, én ezt akartam el, vagy többek közt. Ezt akartam elhagyni, nem tudom, 20-as éveim végén, de hát aztán egyfelől kiderült, hogy nem lehet, tehát hogy nem vagy igazából teljesen kompetens a saját életedben. Tehát az, hogy te milyen életet akarsz magadnak, az többé-kevésbé valamennyit tudsz azon alakítani, de hát aztán egyszer csak jön a halál, és akkor hoppá, tehát akkor kiderül, hogy abszolút nem vagy alakítója. Másfelől, meg hát lehet, hogy érted, nem olyan az alkatom, tehát voltak éppen mégiscsak az írást az boldoggá, vagy az, attól érzem azt, hogy akkor ma érdemes volt felébredni. És amikor ezt elhagytam, akkor lehet, hogy a
külsőségei szerint egyen normálisabb volt egy ideig az életem, aztán meg nagyon nem, de hogy hogy közben végig egy iszletos frusztráltság volt bennem, végig egy, tehát egy csonkított, tehát az volt az érzésem, hogy vagy meg, érted, megcsonkítottam magam ennek a normalitásnak a kedvéért. Mondjuk ez olyanokban nyilvánult meg, hogy amikor mondta Zsófi, hogy menjünk el, nem tudom én, a könyvfétre vagy a könyvfesztiválra, akkor nem akartam kimenni, mert pálya elhagyóként abszolút nem akartam a kollégákkal találkozni, és úgy éreztem, hogy magyarázkodnom kéne, pedig már... De akkor viszont nem is engedted el? Hát, tehát szerintem, érted, hogy oké, hogy elengedett, de ez most nézd meg, azért is jó, onnan keveredtünk ide, hogy azt mondtad, hogy Zsófi akarta ezt a kapcsolatot, és te fél évig mondtad, hogy nem, azért, mert féltél attól, hogy fájni fog. Hát ez igen. Másik aspektusból az, hogy te abba hagyod az írás, de nem mész ki a könyvfesztiválra, mert nem akarsz találkozni azokkal, ez ugyanaz. Igen. Tehát picit nem, nincs olyan érzésed néha, hogy mint hogyha menekülnél magad elől, és hát az óhatatlan, hogyha az ember maga elől menekül, akkor egyszer csak szembe jön a betonfal, és pont hát azt kapod, ami elől futsz. Hát persze, igen, abszolút, persze. És akkor az a kérdés, hogy ebben, tehát ez a vigyázz, hogy mit kívánsz, mert megkapod logikába, akkor tulajdonképpen hogyan is illeszkedik bele ez a tragédia, meg ez a halál? Hogy csak akkor mondjak a nem tudom én ennek az önvádnak egy ilyen aspektusát, hogy akkor tulajdonképpen én ezt valamilyen módon tudat alatt ambicionáltam. És akkor nyilván az van, hogy nem. Tehát de már pusztán az, hogy ez a kérdés, vagy hogy így nézek magamra, hogy akkor tulajdonképpen én erre számítottam-e, és hogyha számítottam erre, akkor akartam-e, és hogyha nem tudatosan, tehát ugye itt tehát ugye van az a probléma, ez az, ami mostanában egyébként foglalkoztat, tehát ez a mondjuk így testrablóknak, vagy nem tudom minek a problémája, tehát hogy nem vagyok teljesen a magam és a gondolataim ura, hogy nem tudom pontosan, miközben felelősséget kell vállalnom mindenért, ami én vagyok, közben nem vagyok ura mindennek, ami én vagyok, és na mindegy, szóval ez példa, tehát konkrétan ténylegesen mentem pszichológushoz, meg gyásztanácsadóhoz, és akkor kiderült, hogy ez a fajta bűntudati elem, tehát hogy tulajdonképpen az ő halálát az én hívtam be az életembe, ez például egy teljesen tipikus dolog, ami megtörténik ilyen események kapcsán. Nyilván egyel különösebb az én esetemben abból a szempontból, hogy akkor én ott verseket is írtam, de attól még a dolog tipikus, és ez azt jelenti, hogy akkor fel lehet dolgozni, el fog múlni, egyszer csak már tudsz egyel, nem tudom én, józanabbul ránézni, és szóval, na mindegy, szóval, de attól még például, attól még azt gondoltam, hogy ez a fajta gyanakvás saját magammal szemben, ez például pont egy versre érdemes téma, vagy egy olyan dolog, amiről lehet versben beszélni. Nyilván ez egy valamilyen módon egy kicsit önfelszámoló vers is kell, hogy legyen, tehát én szeretem azt, amikor egy szöveg, vagy vers az úgy mozdul el, hogy tulajdonképpen a végére valahogy saját magát is megkérdőjelezi, vagy... Tehát nem lehet tudni az elején, hogy mi lesz a vége, és a vége az valami olyan, amit egy Möbius szerűen kifordul. Hát átfordítod, és azt mondod, hogy vagy mégsem. Igen. Tehát, hogy így, mindaz, amit állítok. Hogyha... Az, hogy Zsófi meghalt, nyilván... nem ismerjük egymást, de mondjuk nyilván a könyveid alapján nekem van egy olyan érzésem, hogy ilyen időszámításunk előtt és időszámításunk utáni hát egy kicsit olyan, igen. Részre osztja az életedet, hogy te mennyire nőttél fel ebben. Azért is kérdezem, mert mondtad, hogy bent laktál egy kocsmában, meg nyilván ittál, meg nem tudom, tehát eset titkolod, tehát hogy nem izé ez. De azért az egy időtlen állapot, tehát azért az amikor az egyik hullámból a másikba mész, és ugye elveszik az idő. Na most ehhez a létezéshez képest kapni egy halált, az ott egy ilyen nagyon erős cezúra. Hát mindenképp. Mennyire lépett be az idő az életedbe? Hát abszolút, meg nem csak az, hát az ilyen felelősség dolgok, igen, meg ilyesmi. Hát a felnővés az ez, vagy igen. Mit jelent felnőni? Hát valószínűleg neked? Egyébként az, hogy ilyen felelősségekkel együtt élsz, meg... Hát nyilván itt például arról is van szó, hogy... Az is egy teljesen általános dolog, hogy, így, hogy a halottat interiorizálod, tehát hogy így, hogy tulajdonképpen elkezdesz te egy picit ővé válni.
Most, hogy ez olyan dolgokban nyilvánul meg, hogy nem tudom én, elkezdett te is két cukorral inni a kávét, vagy úgy tartani a nem tudom én a kezedet, vagy tehát, hogy ezek, nagyon, vagy egy, átvenni egy szóhasználatot, de, tehát, hogy, és esetemben például volt az, hogy tehát a Zsófi az abszolút pró volt, tehát ahhoz képest, ahogy rólam fiatal koromban is lehetett tudni, hogy elvállalok egyrészt mindent, másrészt viszont, nem tudom, vagy megcsinálom, vagy nem, ha megcsinálom, akkor két hét csúszással, és a többi. Tehát ez az egész linkség, nem profizmus, nem tudom micsoda, amiben nyilván van egy olyan is, hogy megengedhetem magamnak, ami önmagában abszolút bicska nyitogató valószínűleg, az megszűnt. Tehát, hogy most ténylegesen az van, hogy még, mert a színházi munkák az más, ott annyira függnek tőled, és ott nagyon tehát a maga ez az ostor, ez ugye ki van helyezve, tehát jó eséllyel ostoroz valaki téged szerzőként, hogy az más, de most az irodalommal is ténylegesen az lehet, hogy ha elvállok valamit, akkor egyrészt azt megcsinálom, másrészt időre csinálom meg. Azt nem mondom, hogy nincsenek rettetesen feszült napok otthon, és nem káromkodok, hogy, és a többi, de aztán meg lesz végül is. És ez a fajta, szóval ilyen komoly emberként állni a dolgokhoz, vagy nem tudom, hát ez igazából, ez alapvetően a Zsófiból jött, és már életemben elkezdtem ebbe az irányba mozdulni mellette, és aztán mondom, interiorizáltam őt, és abszolút átvettem ezeket a dolgokat. De ahogy az elején is mondtad, már egy kutya például, az rögtön ugye azt jelenti, tehát ott nincs izé, tehát nem hagyhatom el magam, nem létezhet olyan állapot, hogy nem tudom én, hogy ne egyen három napig, vagy ne vigyem ki, vagy nem tudom én. Tehát az hirtelen, és felszabadító érzés egyébként, tehát felszabadító érzés, hogy valaki másért is felelősséggel tartozol, nem csak magadért. Ugye olyan módon hirtelen kívül is kerülsz egy picit a saját sorsodból, a feladatod, meg a saját önsajnálatodból, a feladataid miatt. De egyébként a művészi feladat is hasonló, az is valahogy kiemel abból, hogy annyira magányosan csak magad legyél, de hát nem tudom, egyébként felnőttség, szóval azért tudnék olyan embereket mondani, akik nem felnőttként definiálnának engem. Meg az időtlenség, amit mondtál, hát ez a karantén állapot most, ott nekem Kismaroson, hát az azért elég időtlen, tehát sokszor van, hogy nem tudom, hogy milyen nap van, mindig úsznak be különböző, nem tudom én, felkérések, azok nagyjából megvannak időben, de hát közben meg egy picit olyan nyaralásos, nyári, tagolatlan időként telik nekem, egyik nap olyan, mint a másik, amin érintkezem emberekkel, ami nagyon jót tesz. De a karanténon túl is? Tehát, hogy vagy most csak erről az időről beszélsz, vagy... Hát én most ténylegesen karanténizáltam magam, nem tudom mikor, az elején, és tulajdonképpen mondtam is, hogy most egész fura érzés volt, hogy ennyi ember van, tehát, hogy roppant szerencsés helyzetbe egy ilyen téliesített nyaralóba, ott a kismarosi Szőlőhegyen, abszolút. Ez az a hely, ahol Zsófival költöztetek? Nem, ez ugye meg is írtam, hogy vele Nagymarosra költöztünk, igen. És ott elkezdődött, tehát ugye kezdődött az egész a floppal a kutyával, de ott nem tudom én, tehát akkor én kiképeztem magam pókerjátékosként úgy, hogy nagyjából egy ilyen fizetést össze tudjak rakni, és kiköltöztünk Nagymarosra, elkezdtük ott, nem tudom, az egy paraszt udvar volt, tehát nem volt egy nagy kert, de azért abban is volt mit csinálni, meg egyáltalán a Zsófinak mentek tökre a meló, és nem tudom, tehát nyilván elindultunk abba az irányba, hogy akkor ebből előbb-utóbb az lesz. Tehát eleve van ez, hogy innen már csak a saját helyre megyünk, oké, ezt béreljük, de akkor összerakunk annyi pénzt, akkor majd valamit tudjunk venni. Tól elkezdve, hát igen, és akkor rögtön például ez egy olyan mondat, ez bele is került egy versbe, hogy innen már csak a végső helyre megyünk mondata, az ugye, amikor élt a Zsófi, az azt jelentette, hogy a saját házba, amire összekalapáljuk a pénzt, valójában pedig ugye, hát igen, szóval a végső hely az hirtelen kiderült, hogy mit jelent. Hogy, na mindegy, de hogy elindult, tehát aminek nyilván mi a vége, a gyerekvállalás a vége, és akkor ez a folyamat tört félbe, és aztán meg nem engedtem tulajdonképpen félbe törni. És aztán két évet még ott voltam Nagymaroson, és átköltöztünk Kismarosra. Eladták, ez is egy bérelt ház volt, eladták. De az is egy kicsit olyan volt, hogy épp tempóban, vagy nem tudom, tehát az egy tehát kellett az a bő két év, vagy két és fél, amit én ott töltöttem.
De aztán kellett az is, hogy én, hogy, tehát nem tölthetem el ott az egész életemet, és nem csak a... Ha nem adták volna el, ott maradtál volna? Hát én magamtól igen. És egyébként tudod, mi a vicces, hogy szerintem el se adták. Tehát, hogy, tehát nagyon kedves emberek voltak, és szerettük egymást, Zsófit is szerették, anyáskodtak, apáskodtak felettem. Volt ebbe bosszantó is, de alapvetően nagyon kellemes volt, és szerintem látták azt, hogy elindult egy ilyen szétcsúszás. Mm. Tehát látták azt, hogy elindult egy ilyen szétcsúszás, és mit tudom én például a kertnek az állapotán. És akkor így az volt, és igazuk is lett. Tehát, hogy így össze is rá. Tehát azzal, hogy én nekem onnan el kellett menni, költözést lebonyolítani, nem tudom, az megint olyan volt, hogy össze kellett rántanom magam. És az más kérdés, hogy aztán ez is illeszkedett abban a szimbolikus rendben, mert úgy történt, és ez is olyan, hogy véletlen, de mégiscsak úgy történt, hogy amikor ennek a következő könyvnek az anyagát kellett leadnom, na akkor kellett a költözésnek is lebonyolódnia, és akkor hirtelen tök nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ez a költözés, tehát a tovább lépésnek, vagy ez a Nagymarosról, Kismarosról, Dunapartról, föl a hegyre, és a többi, vagy hát ahogy így ki is van mondva, Mocsár Zsófi Messés Dóri, ugye lett egy új szerelmem, barátom, akivel költöztünk oda föl a Kismarosra, szóval mindez az tovább lépés, amit mondjuk egy az utolsó sor ugye benne, hogy lesz, vagy valami a legutolsó vers, vagy hogy leszedek egy régi fészket, hogy ne foglalja el az alkalmas ágvillát. Tehát hogy valami ez a dolog, tehát a tovább lépésnek ez az embertelen kényszere, tehát ez ahogy Szerbant az utolsó holdvilágban van, tehát hogy élni, mint patkányok a romok között, de élni kell, és akkor még mindig történhetik valami, és történik is. Szóval ez vagy hirtelen, tehát megláttam, hogy ez ennek a könyvnek ez a témája és története, tehát hogy hirtelen megint csak az történik, hogy a valóság valahogy beleforgatódik a dologba, tehát a Nagymarosról, Kismarosra az iszletosan működik szimbolikusan, miközben pedig a tök egyszerű reelbe valójában ténylegesen ez történt, hogy mondták, hogy eladták, van még 3 hónapom, ott keresgettem, Nagymaroson nem találtam, eleve bizalmatlanok az emberek, nem szeretnek kiadni házat, csak eladni, és akkor nagy nehezen találtam ezt a Kismarosit, ami viszont tök jó volt, és akkor hirtelen megértettem, hogy mi történik. Hogy menni kell. Tehát, hogy igazából van mindig egy ilyen retrospektív, vagy utólag értem meg tulajdonképpen, hogy mit jelent, ami történt velem. Ez picit olyan, mint van az a Tandori vers, hogy csak annyit akarok belemondani, ez nem az egész vers, hogy háttal megyek, csak az kerül elém, amit elhagyok. Tehát, és most, hogyha ez tényleg vizuálisan elkezdődött, tényleg csak az kerül elém, amit már elhagyok, és valahogy így van az ember az élete megértésével valóban, tehát, hogy csak retrospektíve, tulajdonképpen spéttel, elkésve lehetséges. Hát ez van. Ezt értem, csak mondjuk így azt gondol, én azt gondolnám, hogy mondjuk nyilván nem történt velem ilyen, hogy, és ez csak így, ez egy fikció, hogy én nem tudnék azt hiszem ott maradni egy helyen tovább. Egész egyszerűen azért nem, mert hogy többek között nekem azért is érintettek meg ennyire ezek a versek, mert hogy nem, a fájdalmat azt nem úgy írod le, hogy az egy ilyen nagy fájdalom, hanem hogy az ember olyan hülyeségekre gondol ilyenkor. Tehát én például emlékszem, hogy volt olyan, amikor szakítottam valakivel, és annyira fájt, hogy tudom én, ősz volt, és hogy nem fogja látni a téli kabátomat. Ne. Tehát, hogy egy ilyen teljesen lényegtelen dologban fogalmazódik meg az, ami fáj igazán. De hát ez az érdekes, tehát igazából pont... Jó, hát ez egy picit ahhoz hasonlít akkor, vagy ezt, de vannak mentoráltjaim, ilyen, vagy mondjuk így a mentett fiatal költőknek szoktam foglalkozni szövegeivel, és gyakran elmondom nekik, amit nekem egyébként még 20-es koromban, sőt 20, a fasz, 16 éves koromban, 17 éves koromban, az akkor még rockstárként és nem tudom, filmrendezőként, stb. Működő Rőrig Géza mondott, hogy ugyanis azt hinné első körben egy költő, hogy ha mondjuk azt mondom, hogy felnőttem, az egy annyira megöregettem, az egy olyan általános dolog, egy annyira fogalmi, absztrakt általános dolog, hogy azt mindenki érteni fogja, mert mindenkivel megtörténik, és akkor az olvasó azzal tud azonosulni.
De a fenét pont az a baj, hogy túl általános, túl absztrakt, túl nem tudom én, fogalmi nyelven beszél érzésekről. Na ehhez képest, ha viszont azt mondod, hogy nem fér bele a seggem a játszótéri hintába, az hirtelen egy konkrét kép, egy konkrét szituáció, ami ugyanezt a megörekedést és felnövést és nem tudom mit hordozza, és még az is érteni fogja, aki soha nem próbálta meg, vagy akinek az az élménye nincsen, hogy megpróbál beleülni a hintába, amiben még 10 éve ment és már nem megy. És valahogy ez a, tehát a konkrétnak, és tehát az aprónak és a nagynak, a konkrétnak és az általánosnak a viszonyába szerintem valahogy ez működik, tehát az, hogy a, de egy kicsit ez egyébként ilyen Tóth Krisztinás kép is egyébként, tehát hogy nem fog látni a téli kabátomba, az pont azért sokkal jobban működik, mint bármilyen absztrakt leírás a fájdalomról, mert ilyen pici és konkrét, és nem tudom, tűszúrásszerű, és pont az egésznek a groteszk aprósága emeli ki a dolognak a nagyságát. A Tóth Kriszt az gyakran él egyébként a verseiben ilyen típusú eszközökkel. Meg hát ez egy költői eszköz, igen. Tehát direktben nem lehet az élet nagy igazságairól beszélni, szerintem banalitás sokon keresztül lehet Mandinerből beszélni. Tehát valahogy mindig csak Mandinerből lehet beszélni. De lehet, hogy ez csak az én problémám, tehát biztos vannak más emberek, akiknek megy. Én bennem van egy kényszeres ilyen irónia, önirónia. Ez olyan értelemben probléma is, tehát a... Tök sokszor van olyan, hogy én valamit nem egyenesbe értek egy versbe, és mégis, tehát és egyenesbe olvassák, és akkor nem értem, hogy tehát nem állíthatok mondjuk minden önirónikus mondat mellé egy közlekedési rendőrt, de valahogy, szóval de érted, hogy miről beszélek, az irónia az soha nem jelöl, de majd lassan mutatok szöveget, és akkor abban nyilvánvalóvá válik, hogy mire gondolok, hogy egy csomószor nagyon a gusztustalanságig ellenszenves attitűdöket beszéltetek el per egybe a versbe. De azért nem azt jelenti mondjuk, hogy ezt én gondolom, és akkor ehhez képest érted, tehát mondjuk a 42-ről azért jelent meg olyan kritika, hogy tehát a nem tudom én, a reflektálatlan, patriarchális férfi elnyomásnak ez egy krónikája, és hogy nem tudom én, mondjuk az a mondat, hogy adtam olvasni valót a repülőre, az a mondat, az milyen módon beszél egy nő leuralásáról, miközben hát én ezt nem így gondolom, de nyilván lehetséges, hogy vagy én megértettem, hogy mik annak, vagy nagyon érdekes dolgokat mondott egyébként az a kritika, miközben egy mondatával nem értettem egyet, de hogy ott is tulajdonképpen egy csomó ponton azt éreztem, hogy ott van egy pici elcsúszás, hogy én azt, tehát nagyon sokszor azt akarom megmutatni, hogy na tessék, ez egy olyan gondolat, hogy mennyire abszurd is ezt gondolni. Tehát, hogy érted, valamit fölnagyítasz, és így karikatúrát csinálsz tulajdonképpen belőle. És az nagyon kellemetlen, amikor viszont téged azonosítanak a karikatúrával, és azt gondolják, hogy... Hát kérdés, hogy ki azonosul vele, hogy te azonosulsz vele, vagy az azonosul vele, aki olvassa. Tehát szerintem ez legalább annyit elmond arról, aki olvassa, és ilyen szempontból az, amiről a legelején beszéltünk, hogy azért ez egy nagyon interaktív történet. De arra, hogy mit lehet rólad elképzelni? Én arra gondolok, hogy... De az érdekel, hogy mit lehet rólad hogy elképzelni? Ne? Hát hogy ne? Pont az a lényeg, tehát a elképesztő mennyiségű szociális szorongás van bennem, és pont azért az ellen való folyamatos küzdelem alakít ki olyan képet, mint hogyha egyáltalán nem érdekelne. Ezt kifejezetten akarom és csinálom gyerekkorom óta, mert annyira érdekel. Tehát, hogy hát abszolút. Hát nem és is. Mit szeretnél, hogy milyennek látszódj? Jó embernek, kedvesnek, nem tudom. Nem tudom egyébként pontosan igazából ez, de hogy... Persze, hogy érdekel, hogy milyennek látszom, de nagyon bosszant ez, hogy érdekel. Nagyon sok minden, nem? Tehát, hogy csomószor van az emberben olyan, hogy így, hogy irritálják a saját tulajdonságai, és tulajdonképpen elkezd azok ellenében dolgozni. Tehát bizonyos értelemben például az a mostani ilyen, mondjuk így, hogy tehát ilyen szakmai fegyelmezettségem, az egyébként pont arról szól, hogy olyan mértékig irritál a saját lustaságom, hogy az ellen dolgozok, holott egyébként másfél meg iszonyatosan szeretem azokat a napokat, amikor semmi dolgom, és nem tudom én, és még csak nem is az van, hogy olvasok, hanem hol ebbe olvasok bele, hol abba, vagy utána.
De és mit csináltál 15 évig, amíg nem írtál? Hát például a színházat, meg, de hát nyilván picit lébet szóltam is, vagy nem is picit, vagy mindenfélét, de hát, tehát egyrészt, szóval nem tudom, miért a magyar irodalom orátori vagy orációs hagyományát gazdagítottam, szóval szónoklatokat tartottam kocsmákban napi rendszerességgel, de egyébként meg tehát bizonyos szempontból egyébként ezért van az, hogy nem rozsdásodtak el teljesen a költői eszközeim, mert bizonyos esetben használtam őket, meg egyébként irogattam jegyzetfizetekbe, amiket aztán elvesztettem. De hogy másfél meg a mindenféle ilyen színházi, alternatív színházi projektek, tehát például a Tünet Együttes, Szabó Réka társat, ővelük sok-sok előadásban dolgoztam, meg ilyen, de hát ezek minden ilyen határhelyzet, tehát kicsit a... Tehát én például mindig, most írtam életemben először a darabot, mert mindig példányt írtam, mindig az aktuális színészekre, az aktuális helyzetre, a nem tudom, improvizációkból építkezve, tehát példányokat írtam. Most lesz majd valamikor, most pont elcsúszott a karantén, de elvileg lesz a Radnotiban valamikor szeptemberben egy bemutató, ami jó, ott volt egy vezérszöveg, amit a totál átírtam, rá sehet ismerni, de hogy arra mondjuk azt gondolom, hogy ez egy darab, tehát az tud működni más közegekben is. A színházi melóim nagy része az olyan volt, hogy arra a konkrét előadásra szólt, aztán csókolom, vagy van videodokumentáció, vagy nincs, de hogy mondjuk nyomtatott szöveget belőle értelmetlen lenne csinálni. Mit tudom én, például a Sóvirág az most megy, vagy nem tudom, még megy-e, de abban például dolgoztam. A Fahidi Éva nevű, most már 93 éves ilyen Auschwitz túlélő néni, és akkor abból lett egy doksi a próba folyamatból. Na, az kemény próba folyamat volt, tehát ott azért eszembe jutott az, hogy létezik-e olyan a színház, vagy foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés. Tehát ott az Éva, 90 éves volt akkor, improvizált, vagy voltak olyan helyzetek, és például az egyik, ami nem került bele a darabba, gyönyörű volt, hogy így felszaladt egy létrára, na ott volt az, érted, hogy azt gondoltam, hogy itt most véletlen egyet rosszat lép, szomnyaktörés, szavaz, és akkor börtönbe fogunk menni, vagy mi van, vagy akkor meg azt kell mondani az évenek, ne, menjél föl, na mindegy, fölment a létrára, és az volt a mutabor, azt mondta, hogy mutabor, és akkor kiderült, hogy van a Gólya Kalifa történet, de nem a Babics, hanem a Haup nevű csávónak az a meséje a Gólya Kalifáról, ami körülbelül annyi a mese szüzséje, hogy akkor jön a varázsló, és akkor tehát az a díl a nagyvezér és a nem tudom én, az uralkodó, azt a dílt köti, hogy akkor ők egy napra gólyává változnak, és értik a gólyák beszédét, de nem szabad nevetni, mert ha nevetsz, akkor elfelejted az emberi nyelvet, és elfelejted azt a szót, amivel vissza lehet változni emberré. És persze meghallják a gólyák beszédét, és azon elnevetik magukat, és elfelejtik, és akkor ott mindenféle kalandok történnek, mire aztán nagy nehezen előjön ez a szó, ami ez a szó, hogy mutabor, tehát az emberré való visszaváltozás szava. És ez a történet, ez rákopírozódott arra a történetre, hogy a gyerekkorukban meglőttek véletlen kacsavadászat közben egy gólyát az éváék, és akkor az a gólya az ott volt a téli, nem tudom, konyhá, vagy tehát ott nyári konyhába ott vészelt át a telet. Ugye az egyetlen gólya, amelyik látott telet, mert nem ment el, de mindegy, de és akkor amint megjöttek a társai, tehát és ott várta, hogy megjöjjenek a társai, mindenki elment Afrikába, és akkor megjöttek, akkor ment velük. És ez a történet, tehát ez a gólya, aki várja, hogy megjöjjenek, ez nagyon nyilvánvalóan titkolatlanul annak volt a nem tudom én a szimbolizációja, hogy ahogy az Éva várta, hogy megjöjjenek Auschwitzból az anyukája, apukája, nagybácsi, a húga, nem tudom én, és hogy nem jött meg senki. Tehát, hogy ilyen értelemben ő nagyon erősen azonosítja magát ezzel a gólya figurával, és akkor ott nyert értelmet ez a mutabor is, tehát, hogy amikor felszabadul a tábor, és vissza kell változni emberré, egy tulajdonképpen nem emberi állapotból, és akkor megértettem, hogy ez a mutabor arról szól, de ez pedig egy olyan baromi bonyolult dolog volt, ami bele se került így az előadásba. Hát nyilván ezt ismered, hogy olyan csodák történnek próbákon, amik aztán bele se tudnak kerülni. Szóval én nagyon élveztem a színházi létezést, minden kompromisszumával együtt is élveztem,
De most azért, most az írói létezést is élvezem egy kicsit, vagy nem tudom. De hogy igazából ilyen színházi cuccokat, vagy én azért próbáltam, most például van zenekarunk, tehát a Hajduk Karesz ének gitár, Kárpáti Palkó ütősök, meg a Andor, Tóth Andor barátom. Elektronikasszal van egy ilyen zenekarunk, ahol én írom a szövegeket, és úgy néz ki egy koncert, hogy kétharmadában számok vannak, egyharmadában meg ilyen spoken word-osan zenékre olvasok föl ilyen. Tehát, hogy én mindig keresem azokat a határokat, vagy nem tudom, miket érted, ahol meg lehet találni az embereket, mert azért valljuk be, hogy a, nem tudom én, a költ, tehát a legmenőbb, legjobb magyar költők, mai magyar költők ilyen 4-500 példányokat adnak el verses könyvből. Én most tök szerencsés voltam, de alapvetően ez a jellemző. Tehát ez nem egy... És akkor meg, hogyha nem jutsz el az olvasóhoz, akkor nyilván nem jó, hogy akkor nem kell kompromisszumokat kötni ezért, vagy nem tudom, ez nem egy szórakoztatóipar, de ha meg ne... Tehát ugye ez is egy olyan dolog, amire nem lehet válaszolni, hogy akkor tulajdonképpen a költészet az a te hiúságodat szolgálja ki, vagy hatni akarsz a világra, és hogyha viszont hatni akarsz a világra, miközben az micsoda, nem is tudom, milyen önhittség az, nem, hogy hatni akar valaki a világra, de hogyha hatni akarsz a világra, akkor azt nem tudod anélkül, hogy elérjed az olvasót, szóval muszáj, és akkor meg... Én nem tudom, hogy a világra kell-e hatni, tehát hogy ez így van-e. De mert hogyha tehát, meg hogy nem... Így, mert figyelj, ez, én nem tudom, mert nem vagyok író, de hogy mit tudom, színházban például volt néhányszor, amikor az ember így azt látta, hogy oké, 7 óra 5 perc van és ülnek hárman a nézőtéren. És mi vagyunk 8-an, akik a színpadon vagyunk, tehát lényeges többségben vagyunk, akik dolgozunk. És akkor az persze, az nehéz, mert hogy azt mondom, hogy most akkor 3 ember, és ennyire nem érdekli őket, vagy ennyire nem számít, amit csinálunk. És egyrészt nyilván akkor van az, amikor az ember elkezdi azt mondani, hogy jó, akkor ma játszom magamnak, tehát hogy így akkor a magam örömére játszom. És a másik meg, hogy nem lehet tudni, hogy abból a 3-ból lehet, hogy csak egyel történik valami, de akkor nem a világra hatsz, hanem arra az egyre, vagy arra a kettőre, vagy arra az izére, de közben meg így nem is kell akarni. Hát nem, egyrészt van ez az inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl, ugye, hogy dobókapitány mondja, szóval nem is biztos, hogy tehát lehet, hogy ez minőségibb az a 3, mint a 33, de persze, de hát, hogyha már egy ott van, akkor az már valami, persze, de... Hogy ne, tehát bár egy néző is egy nézőtér, de hogy, hát ja, figyelj, ezek olyan dolgok, vagy nem is tudom, tehát ugye mit olyan professzionalitásnak a nagy ilyen anekdótája, hogy az Asher a darab temetés után még tart megbeszélést. Ugye most ez vagy megtörtént, vagy nem, ezt nem tudom, de hogy... Megtörtént, ez igaz. Na, de érted, tehát azért ebben látszik valami olyan szakmai étosz, nem? Mm-hmm. Tehát, hogy egyszerűen arról van, tehát, és én is valami ilyesmit próbálok, most már vén fejemmel érvényesíteni az életemben, hogy ehhez értek, a szöveg legyen megcsinálva, és minden más, tehát azt mondjuk, hogy 0 forintot, vagy érted, eljut-e az olvasóhoz, vagy nem, 0 forintot kapok érte, vagy 5-öt, azok mind nem érdekesek, azok már mind kívül vannak az én kompetenciámban, hogy egyet tudok csinálni, mint halálig, vagy nem tudom, az utolsó leletemig, hogy azt a szöveget a lehető legjobb állapotba hozzam. És akkor ez a fajta, hát ezre szokták azt mondani, csak engem irritál a szó, de mindegy, szóval szokták azt mondani, hogy szakmai alázat, de hogy ez a szakmai alázat, ez mégiscsak egy olyan dolog, amiben kapaszkodni tud az ember az életébe, miközben ugye teljesen kiszolgáltatott valójában, és tökéletesen egy ilyen irracionális viharban vagyunk, tehát bármelyikünk bármelyik pillanatban meghalhat, és a többi, bármi történhet. Egyáltalán a világ olyan, hogy nincs rá hatásunk, tehát a nem tudom én, a globális felmelegedéssel, azzal ugyanolyan frusztrált, semmit nem tehetek viszonyban van az ember, mint mondjuk a halandósággal, tehát hogy ahhoz ugyanannyi, tehát érted most azt, hogy kevesebb nejlonzacskót fogyasztok, hát azért, de érted, tehát hogy látszik ennek az abszurd illuzórikussága. Hát, igen, de mondjuk a kevesebb nejlonzacskó az egy néző, tehát hogy igen. Így, hát igen, itt persze. Is van azért valami pár. Jó, csak ezekben mindig van az a fajta, tudod, tehát a... Hogy a morális cselekvést azt anélkül is végre kell hajtani, hogy haszna vagy utalma lenne. Még akkor, tehát hogy akkor is van értelme, ha nincs értelme. Tehát pont, tehát hogy a kevesebb nejlonzacskónak, tehát még akkor is van értelme, ha nincs értelme. Tehát van egy ilyen fura paradoxon
Hát jó, igen. Jé, szerintem lassan be kell fel... Igen, de nem baj, meg mindjárt jön az eső, de hogy még azt, azt most mi mondanál, hogy van a zene, van a zenekar, van a színház, akkor mi van? Még mondtad, hogy olvasol egy kicsit, azt azért ne adjuk ki teljesen. Hát figyelj, össze-vissza, tehát például most a pár napja, vagy egy hete rám írt a Fabricius Gábor, hogy csinál egy filmet, mi a fene, a 70-es évek ilyen politikai pszichiátria, ebben a témakörben, és hogy akkor a forgatókönyv a Petrinek megfelelő figurát, egy ilyen mellékszerepet, pár jelenetnyi mellékszerepet, azt mondja, akkor rám gondolt. Tehát ilyen kis, kis pici szerepe, a Horváth Lilinek volt, egy nem tudom, filmjében volt egy 5 mondatos szerepem, szóval ilyen kis hülyeskedések, de hát amiket nagyon élvezek egyébként. Hát nem, nyilván egyébként lesz színházi meló, meg én tök sokat várok ettől a Radnóti is bemutatótól már, mint olyan szempontból is, hogy vagy más megkereséseket, meg ilyesmi, de hogy hát és akkor közben a üzélve, van egy szerződésem új verseskönyvre, tehát azt jövő tavasszalra meg kell csinálni. Figyelj, ezek így jönnek, tehát például az egy teljesen nagyjából teljesen spontán fél, meddig spontán dolog volt, hogy megkeresett a Simo Marci, hogy van neki ez a szöveges content nevű, nem tudom én, csoportja vagy oldala a Facebookon, és hogy én minden héten egy-egy költő kiválaszt 7 verset, és azokról beszél. Én mondtam neki, hogy én ezt szeretném csinálni, de egyébként például azért mondtam, mert hogy pont nem azt csináltam, hogy akkor megmutatom a kedvenc verseimet, és akkor azokról beszélek, hanem hogy azt a szabályt adtam magának, hogy minden nap olyan verset, ott van a rengeteg kötet, aminek csak a töredékét, tehát hátizsák számra vettem gyerekkoromban, meg dobozokban élek, mindegy. Szóval nyitogattam ki a dobozokat, és hogy keressek verset. Tehát amit még nem ismertem korábban, és végül is hát nem mind a 7 olyan volt, mert a 2 utolsó nem, de 5 olyan versről beszéltem, amit akkor ismertem meg, és iszletosan élveztem, mert a saját ilyen műhely problémáimról tudtam ezek, tehát például a pátosz és az irónia problémáról tudtam ezeken a verseken keresztül beszélni. És azt például nagyon megtetszett, és abszolút állt a Keresztes Jóska, aki ezt a másik könyvet szerkesztette, bár akkor bíztatott, hogy írjak valami műhelyes szét. Tehát ez egy régebben dívott ez a műfaj, mostában nem annyira. Nyilván kitett mondjuk olyasmiket, amiket most beszéltünk, összeszedett ebben. Szóval bármi lehet, nincsenek ilyen típusú nagyon hosszú távú terveim. Az van, hogy a Hegymegi Mátékkal fogok most dolgozni. Az is elindult még a karantén előtt, aztán az is elakadt, de alapvetően ott egy, tehát a Dante Istenyi színjátékból kiinduló, attól nagyon elkanyarodó, de valami, tehát megint egy darab szövegét, vagy példányt kell megcsinálni, még abszolút a keresés fázisában van, de meg lesz, szóval ilyesmik, de hát aztán nem tudom, adódnak a dolgok, vagy Ha azt el tudja érni az ember, hogy leüljön, nekiüljön, akkor valami lesz. Az a kérdés, hogy azt el tudod érni, hogy nekiülj. És nekem például az ilyen időprés dolgok, azok nagyon sokat segítenek ebbe. Tehát azt vettem észre, hogy azért is folytam szét a karantén elején, mert így mondták volna azt, hogy lett volna még mit, ugye meg volt pont ebből a bizonyos Ruzente átiratból, meg volt az olvasópróba, és fölmerültek igények, és akkor lett volna mit csinálnom a szövegen, de úgy, hogy ki tudja, mikor lesz ebből egyetlen próba, előadás, meg egyáltalán lesz-e, úgy nem volt, nem tudtam magam motiválni. Abban a pillanatban, amikor az volt, hogy egy online próbát kiírtak, hogy egy hét múlva dur megcsináltam, tehát hogy valahogy ez a fajta, szóval kell nekem ez a prés, de most már össze-vissza beszélek. Oké, akkor présbe olvas egy kicsit, mert mindjárt eljár az idő. Jó. És arra gondoltam, hogy 2 új verset, amik ilyen, mondjuk így, nem olyanok teljesen, mint amik a könyvben voltak, viszont cserébe reflektálnak kicsit a már ezek. Ezek két felkérésre született vers. Túl sokat jöttem a semmiért, a jöttem az 2 J-vel van írva. Túl sokat jöttem a semmiért. Legalább 3-szor muszáj volt lenyomni a J-t, mert beragadt. Ez a cím akkor már azért is így marad, tehát ez a sor is, ha bár túl tandor is, tudod az első hangból, a zenekar még csak hangol, de viszont minden mást rántan a magával, hiába, hogy csak a kényszer szülte, hogy fog az kiderülni, ha mégis kikerülne. Szorítja, nyomja, a helyzetbe hozza, egyik hivatkozás a másikát. Üres fejjel egy néma lépcsőházban,
de nem enged mozdulni a buszmegálló effekt. Tuti, hogy megjön a gondolat, mikorra elraktam tollamat. Valaki jő, ez nem jó, de nem szólt, ez viszont jól esett. Mindig jelen lenni, abból lesz jelenet. Fülemben cseng mesterem hangja, a füzetemben hagy magamra. Várd ki, hogy meghalok, ki lesz az adva. Minden, amit nem kell megírni, elég felírni, és inni, 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 inni. Keresztül kasul, később tudatosul, már mindent tudsz, ha tudsz magyarul. Hiába a zászló, nem jön mögötted senki, kényelmesebb lenne elesni. Félúton fekély, de ez már a harmadik félút, pedig én becsszóra végig fékezek, de annyira, hogy dől az ékezet, minek létezek. Végül az ember úrrá lesz a szervezetén, mert mondani kéne az életről valamit, a fiataloknak, fiatal szerető fiatalít, ha élsz, az a minimum, hogy jól vagy. A kurva anyámat, ha nem vagyok boldog túl a felén. Aki a lehetőséget is látja. Gyalogkakukka szakadék fölött, online színházi próba, mindenki teszi a dolgát, a laptop is tölt, a költő is költ, a középosztály a netre költözött, ír szódás kenyér és jóga. Bár azonosak a nézeteik, most kiderült, hogy még ez se segít, régi ismerősök nem állnak szóba. Csak az ökör következetes, még jár a szemetes, aki csak erre várt, most felpörög, rendeletek, hatáskörök, szopa közalkalmazott, lop a közszolga. Fiatalok törtetése, a vezetők lustasága. Kiderült, hogy 40 éve befele a pusztaságba, és hazudnak tovább, a hülyék meg felülnek nekik, hát nincsenek ezeknek gyerekeik. A vidék nem törődömsége, rózsadomb önmegnyugtatása. Beh, megérett ez a világ egy kiadós pusztulásra. Annyira jó lenne, ha mindenki átállna őstermelésre, önfenntartásra. Levideózom a vetést, forog, biztonságban a rokonok, egyszerre kinek fáj milliárd fajtársa. Csak kevesen, de jó magasan. Végre hazaértünk, az elkülönüléshez aztán igazán értünk, árnyékunk óvon borul a közlegelőkre, minden rokonunk, minden ismerőse felült a felhőre. Most is az értelmiség járt jól. Bocs, tért elsőnek észhez, de hosszú távra ez megint kevés lesz. Felhőemigráció, ha lent már nem véd a státusz, és a kompromisszumokba belefásulsz. Aki lepillant, könnyen lepottyanhat. Ott közmunkások laknak, alant épp elporlik a proletariátus, és ők nem szeretik, ha nagyon bámulsz, azt teszik, ami a legjobban laktat, nem lehet mindenki vegetariánus. Macerás locsolni, magadat okolni, de nézz a felhőtlen égre. Már senki sem hallgat az értelmiségre, a költőnek végre nincs felelőssége. De költő, te könnyen legyintesz, mert nagy szerencsére, ameddig ember él, igény is mindig lesz, csatakiáltásra és művészi szépségre. Köszi szépen!